Sziasztok! Lesz még kaliforniai videó, viszont mi már itthon vagyunk, mert készülünk az iskolára. Tényleg most már naponta kapom az SMS-eket, amiben tájékoztatnak a gyerekek suliából, hogy mire kell készülni, hogy indul majd a tanév. Egyelőre annyit tudunk, hogy mennek a gyerekek iskolába, laptopon tanulnak majd, tehát számítógépen. Ami egy picit még kérdéses, hogy mi lesz a maszkviseléssel. Újra csúcson van a járvány, ugye a negyedik hullám most már. Volt olyan nap az elmúlt hetekben, amikor majdnem 30 ezer beteg volt itt Floridában. Ennek ellenére a kormányzónk az úgy döntött, hogy az iskolák nem kötelezhetik a szülőket, illetve a gyerekeket arra, hogy felvegyék a maszkot. Tehát a szülőkre van bízva, hogy hogyan döntenek. Van egy kis aggodalom, mert tényleg ugye főleg azok kerülnek kórházba most, akik nincsenek oltva, köztük a gyerekek és a fiatalok, úgyhogy mennek vissza a közösségbe. Tényleg nem egy ideális helyzet. Én mondjuk biztos vagyok a dolgomban, mert tudom, hogy ráadom majd a gyerekekre a maszkot, de kíváncsi vagyok, hogy más szülők hogy döntenek majd. Mondok még nektek pár érdekes infót vissza az iskolába, a hagyományos vásárlásunk előtt. Például, ami fontos, hogy ugye itt az Egyesült Államokban nincs ilyen egységes iskolakezdési időpont, még államokon belül sem. Tehát például itt Floridában, ugye Miami-Dade-ben, abban a countyban, megyében, majd csak augusztus végén indul az iskola, a szomszédos Palm Beach-ben már elkezdődött a tanév, nekünk pedig augusztus 18-án lesz az első nap. Ami változás tavalyhoz képest, hogy most nem kaptunk tanszerlistát, tehát nincs olyan, hogy köteleznek bennünket a vásárlásra, hanem ilyen kis ajánlást kaptunk, például Mirinek azt írták az iskolából, ugye ő 7. osztályos lesz, hogy elég lesz, hogyha hoz magában egy tollat és egy füzetet a táskában. Mati viszont első osztályba megy, úgyhogy neki azért vásárolunk pár dolgot, tolltartót, iskolatáskát, íróeszközöket, mert hát azért mégis úgy indítjuk el az iskolába. De hogy ne csak a suli kezdésről szóljon ez a videó, együtt is bulizhattok most velünk, mert az unokatestvéremék, akik New Jersey-ben élnek, itt vannak most Floridában, itt nyaralnak, hozzájuk készülünk éppen, még így a tanszervásárlás előtt, úgyhogy lesz egy kis házi buli, Andi egyébként, majd megismeritek, pedagógus, úgyhogy tud beszélni az iskolákról is, meg amúgy is szeretnél faggatni az amerikai hétköznapokról, mert ő már több mint 20 éve itt él az Egyesült Államokban. És láthattok egy tipikus floridai földszintes családi házat is, amit ők most bérelnek, azt is megmutatom nektek. Úgyhogy kezdjünk most náluk, aztán a családi házi buli után együtt majd elmegyünk tanszereket vásárolni. Sziasztok, magyarok! Az unokatestvérem, Andi. Igen, nem tudom. Neki ez olyan normális, és én megmondom. Most Andi, ez akkor igen, ez akkor mit kell mondani most? Most akkor mit mondom? Mi a válasz erre? Én biztos nem keresnék sok pénzt a tévében. Okay, már a főzésed is annyira amerikai, tehát jó, mondjuk 24 év után oké, de az, hogy eljársz dolgozni, és gyakorlatilag átálltál arra, amire minden amerikai háziasszony, hogy nincs idő munka után már neked főzögetni. Igen, a fagyasztott krumpli. A fagyasztott krumpli, a amit most megkóstoltam. Hol vetted? Trader Joe's. Hát Trader ott ugye organikus Joe's. Dolgok van. Nagyon sok organikus van, rendes, sima, de a legtöbbje organikus. Már mutattuk videóban, úgyhogy ismeritek azt az áruházat, és mondta Andi, hogy kóstoljam meg, és nem lehet megmondani, hogy fagyasztott. Tehát tényleg ez a zseniális benne. Minden fűszer rajta van. Hagyma, paprika, sóbors, gomba, nagyon finom. Olyan, mintha te vágtad volna föl otthon a konyhába. Erre senki nem mondja meg. Senki nem mondja meg. Nem? Isteni! 20 perc, és kész. Rárakod a tányét, és akkor, hogyha ügyes vagy, akkor gyorsan megfordítod. Ú, de jól néz ki. Ez a karamellizálódott a cukor. Ez az ilyen karamellizálódottos. Mennyire vagy Philadelphiától? Olyan 20 perc, 15 perc. Oda is jársz dolgozni, ugye? Nektek mikor indul az iskola? Szóval a gyerekek nem kezdenek szeptemberig, Labor Day után,
de én kezdek augusztus 23-án. Mert a tanároknak, Andi tanár, hamarabb kell bemenni, ugye a tervezés miatt. Két héttel hamarabb körülbelül. Csak hogy tudjátok, ő mozgáspedagógus. Minden osztályt tanítok. Kindergarten, óvodától 8-osig. Andi kislánya Szufi, Mati, Miri, és itt van a kis Gyugyu. Például az óvodások azok csak ilyen egyensúlyi érzékenek, koordinációjéneken dolgoznak, akkor egy kicsit idősebb, akkor tanulnak különböző, tanítok különböző ilyen néptáncokat, vagy olyanokat, attól függ, hogy hányadik osztályosok. Azon röhögök, hogy hány napra jöttetek ide nyaralni? Két hétre. De ez már megettünk egy csomót belőle. És most vagytok az utolsó napnál, és az még ennyi nap, minden van és a méhűtőben. Ez mind a tied lesz, mert most már ezt nem tudom elvinni haza. Mexikói kukorica. Nagyon jól néz ki, és ezt te tepsiben csak így oda rakod a sütőbe? Csak belerakod ugyanúgy egy ilyen, nem a tepsiben, hanem a tűzhely tetején. Belerakod egy serpenyőbe. Serpenyőbe, ha ezt megkóstolod. Soha nem is fogsz főzni, olyan finom, soha olyan, nem fogsz úgy néz ki, főzni. Úgy néz ki, mint egy ilyen carbonara lenne. Ez csak ilyen sajt szósz végül is, és bors. És erős. Szóval nagyon fűszeres. Fűszeres, igen, nagyon fűszeres. Nagyon-nagyon finom. Ez nem csak sima sajtos tészta, hanem ez például ilyen a chili paprikás. Csipős paprika? Chili. Van benne? Aha, chili van benne. Ez ilyen... Chicken asada. Igen, ez talán ilyen mexikói, vizes fagyi, és akkor különböző ízesítésű, ez jégkrém, és akkor ilyen kettő ilyen puha csoki, mint a piskóta. Megmutatom nektek a környéket, ahol ez a kis házikó van, amit béreltek, és el is tudom nektek mondani, hogy mennyiért lehet megkapni, hogyha esetleg jönne valaki ide nyaralni. Deerfield Beach-en vagyunk, egy csendes kis utcában, nagyon-nagyon közel az óceánhoz. Egy kanadai hölgynek az üzlete, befektetése ez a ház. Van neki azt hiszem 3 itt Floridában. Itt ki lehet ülni az előterasznál, ami ugye az utcára néz. Itt a beállónál lehet parkolni, hogyha van bérelt autó. Most a fiúk elvitték, ami nekik van. Mentek egy írbárba sörözni. Abból a szempontból is érdekes lehet nektek a ház, hogy ez egy tipikus floridai földszintes ingatlan. Úgyhogy menjünk be és megmutatom nektek. A rendetlenséget azt ne nézzétek, mert hát ugye 2 hete itt vannak, éppen csomagolnak, mert már holnap reggel megy a repülő, mennek vissza New Jersey-be. Úgyhogy éppen nagy pakolászásban vannak, de nem ez a lényeg. Itt van ugye az előnappali. Ezt már említettem nektek, hogy floridai házakban ez elég gyakori, családi házaknál, hogyha nagyobb az ingatlan, hogy 2 nappali van. Ugye egyben a konyhával és az étkezővel. Hát itt ugye nagy főzésben vagyunk. De azért így is látszik, hogy nagyon szép. Itt van egy másik pult, ami a hátsó nappalira nyitott. Mindennel felszerelve, tényleg lehet főzőcskézni. Innen az étkezőből lehet átmenni a másik nappaliba, a családi nappaliba, amiből ki a medence térhez, az udvarra, de előbb megmutatom nektek a szobákat. Itt van egy kis fürdőszoba, ez a gyerekszoba, emeletes ágyal és a szülői háló, amiről ki lehet menni a teraszra jacuzzizni, este medencézni. És ez is nagyon tipikus, hogy a szülői hálón belül van a szülőknek külön fürdőszoba, egy kis pihenő rész, tehát egy ilyen önálló lakrész. Itt a gardróbok, az étkezőből nyílik a mosókonyha. Vannak biciklik is. És akkor a családi nappali itt van hátul, itt lehet tévézni, kényelmes kanapén, kimenni a medencéhez. Itt kint partizunk. Ez egy ilyen
Jó kis árnyékos terasz van, tévé, lehet pihenni, enni. Itt is lehet pihenni, és le van takarva a grillező, de lehet grillezni is. Gyönyörűek a növények, nagyon szép. És délután 5-től már árnyékos a medence. És nagyjából 250 és 300 dollárba kerül naponta egy ilyen ingatlant itt bérelni. Andi, még egy valami hiányzik, a lányodat is mutassuk már be, 19 éves Szamira, hát büszke lehetsz rá, mert olyan gyönyörű. Gyere, gyere! Look at that, ez Szamira. Hello, Szamira! Now we are talking about, look at that! Mondjál valamit magyarul, mit tudsz mondani? Csinál egy csirke, légy szíves! Az jó! Az jó, hol van a WC? Én nagyon szereted, én anya. Az anyukádat. Én szereted a fiú, meg a kislány. A testvéreidet. Aha. Meg hol van a fagyi? Hol van a fagyi? Szereted fagyi. Fontos. Fekete ribizli fagyi. Ó, ilyen. Nagyon jó. Az a nyeklánc. Szereted Magyarországot? Igen. Nagyon édes. Akkor együtt megyünk jövőre. Hiányzik. Budapest, meg a mama. Neked meg vége a nyári szünetnek. Igen. Hogy lesznek az óráid? 6 órád lesz? Igen. Az első lesz az art. Ami ilyen speciális óra. Kettő van, amit így választhatott. Az art, vagyis a művészet az első órája. És a hatodik még, ami választott. Igen, az micsoda? Az a spanish lesz. Az a spanyol nyelv. És közte vannak a főtárgyak. Az art után lesz az ELA, vagy ilyen reading-os. Aha, amikor írás, olvasás, szövegértés. Utána lesz a matek. Science. Ami most biológia. Igen, civics lesz utána, és utána a biológia. A civics az ugye ilyen alkotmány, politika, ilyesmi. Annyira belaktátok ezt a helyet, hogy olyan, mintha mindig itt laktatok volna teljesen ilyen. Jövünk vissza. Oké, just gonna go back to class. Csak úgy őszintén, ez alatt a két hét alatt csak kajára mennyit költöttél? Meg se kérdez. Nagyon-nagyon sokat. $1000 felett, biztos. Biztos. Amin én meglepődtem, mondjuk most már Kalifornia után annyira nem lepődöm meg, mert amikor ott voltunk, akkor mindenki azt mondta, hogy mennyire bevásárolni, majd meglátod, hogy milyen drága itt Kaliforniában, Floridához képest. És elmentünk, és nem igaz. Minden. Az élelmiszerek vagy annyiba kerülnek, mint Floridában, vagy volt, ami még olcsóbb volt. Erre hazajövök, és te is azt mondod, hogy itt milyen drágaság itt van. Itt sokkal drágabb, mint New Jersey-ben szerintem legalábbis. De úgy minden élelmiszer típus minden, vagy? Minden. Tényleg? És szerintem nincs akkora választék, például zöldségből, ez érdekes. Gyümölcsből, és minden friss. Itt meg minden be van előre csomagolva. Figyelj így, nézd csak. Csak így kaptam spárgát. Ja, hogy itt mindent zacskóznak? Így kaptam spárgát. Hát aha, ez nálunk, és akkor nálatok csak úgy ki van rakva zacskó nélkül. Úgy van a spárga megcsinálva, én megmutatom egy kicsit, ha ki tudom venni. Összekötegezve. Össze van így kötegezve, így összekötik így szépen, és bele van állítva egy kicsi vízbe. Oh. Szóval, hogy friss maradjon. Frissebb is. És ugyanúgy veszed mindent, például a másikat, amit itt vettem, és nem lehet csak zacskóba találtam. Az nem tudom, hogy hívják. Kelbimbo? Kelbimbo. Kelbimbo, emlékeztem a nevére. Nagyon ritkán tudunk találkozni, úgyhogy úgy örülök, hogy jól érzik magukat. Mehetünk beszerezni a tanszereket? Most van az adómentes hét. Ilyenkor nem csak a tanszereket vehetjük meg adómentesen, hanem a sportfelszereléseket, egyenruhákat, elektronikai cikkeket is. Van egy lista a neten, abból lehet tájékozódni, mire terjed ki az adómentesség. Az árakat kiírom természetesen forintban, hogy ne nektek kelljen átváltani, mert tudom, hogy
nem csak a termékek érdekelnek, hanem az is, hogy mennyiért kaphatóak itt. Azt vegyétek figyelembe persze, hogy itt mások a fizetések. Mondjuk, hogyha itt a Marshallt nézem, itt egy eladó pénztáros, az 11-16 dollár között keres óránként. Úgy nézzétek akkor, hogy nagyjából 2 órát kell dolgozni mondjuk egy ilyen iskola táskáért nekik. Soknak tartozik a kulacstartó vagy a tolltartó. Ezek 50 és 60 dollár között vannak. Az egyszerű 20 dollár. 17 dollár, ezt tetszik Matinak. Ez jó pofa, és hozzá van az uzsitáska, akkor nem kell külön venni. Egyébként 6 dollárba kerülnek külön az uzsitáskák. Dínos. Ez 20 dollár. Nem rossz? Ez pedig itt 25 dollár. És ez a legolcsóbb, mindössze 10 dollár. És egy nagyon jó táska. Vannak iskolák, ahol előírás, hogy átlátszó legyen a táska. Ez így kicsit. Hogy belelássanak, hogy mit visznek be a gyerekek, hogy valaki esetleg veszélyes dolgot nem pakol-e bele. Ez is egyébként 25 dollárba kerül. 40 dollár. Tényleg nagyon jó minőségű táskák vannak. Ez például itt 20 dollár. Ez tetszik neked, Miri? Yes, it's cute. But it's too pink or something. Nagyon rózsaszín. 25 dollár. Ezt szavaztuk meg. Nagyon csillogós. Ez 20 dollár. A kisebb jövedelmi családok azok tudnak adományboltokban beszerezni tanszereket, a templomokban, és hát vannak non-profit szervezetek is, amelyek ilyenkor segítenek. A pulóver 15 dollár. Matinak általános alsóban kötelező az egyenruha, Mirinek meg nem vették elég komolyan a vírus miatt tavaly. Igen, de most már azt mondják, hogy annyira komolyan veszik, hogy komolyabban, mint Mati iskolában, hogy kapunk referralt, ha nem veszük fel. Ah, bünti lesz, hogyha nem vesztek fel. És ha 3 referralt kapsz, akkor suspension jön. Akkor felfüggesztenek. Na mutasd, hogy akkor ezek milyen áron vannak. Ez egy sötétkék felső, de lehet világos kék és fehér is neki. Ez például 6 dollár. Ezekhez a színekhez bézs vagy sötétkék alsó kell. Ez lehet ugye nadrág, rövid nadrág vagy szoknya. Az aranyos. Nyomogatni kell? Igen, akkor ez ilyen stresszoldó. Igen. Az adómentes vásárlás az azt jelenti, hogy itt a 2 táskáért és a 2 egyenruháért 56 dollárt fizettem, és abból lejött 4 dollár. Az a jó, hogy így a shopping, a bevásárló övezetekben egy helyen mindent letudhatunk. Itt a Five Below-ban inkább ilyen aranyos dolgokat akarnak nézni, toltartót, ilyesmit. Itt ugye minden 5 dollár alatt van. És itt ki is van írva az ajtóra, hogy adómentesen lehet venni az iskola szereket, ruhákat. Általában így a bejáratnál rögtön megtalálható minden, ilyenkor oda csoportosítják, mert tudják, hogy ez a legfontosabb, amit most sok szülő keres, meg gyerek. És ahogy látjátok, tényleg minden 5 dollár alatt van. 1 dollárba kerül egy doboz zsírtét, a 24 darabos. Mami, a kettőt ezt megvedi, mikor haza vagyunk, és egy a iskolában. Persze, kicsim. Az a festékkészlet 5 dollár. Nagyon hangos a zene mindig ebben az üzletben. Nyírót tartók 3 dollárért. 5 dollár 25 az olló. És 1 dollár a vonalas fizet. Mami, 1 dollár. Csak 3 dollár, az ilyen nagy. Jó. Ezek szép spirálfizetek, igen. 5 dollár. Nagyon jó ár. 70 darab színes ceruzáért. A teljes festőkészlet 5 dollár szintén. És a színes ceruzáknak itt a tartó 1 dollárért. Mati, ebből vegyél el 3-at a vonalas füzetből. És ezek is 5 dollárba kerülnek, ugye vinni kell nekik az iskolába.
így hallgatják az órát a laptopon. Válasz számat, jollót, hogy milyen színű legyen. Mondhatni mindegyik fillérekbe kerül, 24 darabos, 3 dollárért, az tényleg nem sok. Leradírozható? That is so cool. Ez az egyszerű kalkulátor, 3 dollár 25. Post-itból szerintem vegyünk többet is. 1 dollárba jó, kerül mi csak. Mi a színeket? Ami neked tetszik, Miri. These are cute. Szóval tényleg itt annyira aranyos dolgok vannak. 1 dollárért ez a 4 toll is, mennyire jó. Ez nem kell, de ez csak itt. 60 darabos készlet 5 dollárért. Neked melyik tetszik jobban, mami? Mert ebben több van, de ezek le lehet radírozni. A jobb oldali. Hangos üzletbe szeretjük. Nagyon jó, hol még vannak olcsón. Persze mindig becsúszik a kosárba valami extra dolog. Veszünk itt kézfertőtlenítőt is, és törlőt, amivel letörölgethetik a padot. 60 dollár lett a vége ennek a nagy vásárlásnak itt, de hát rengeteg aranyos apró dolgot vettünk. A TJ Maxx-ben egyenruhákat, pulóvereket akarunk nézni. És itt tudunk nézni jó kulacsokat is. Itt aztán nagyon lányos táskák vannak. Az egyenruhára bármilyen pulóvert lehet venni, ott nem fontos a szín. Mit ez a nagrát? Úgy, mint hogy egy safariba mész. Igen, olyan, mint a safariba mennél, de nem lehet más színű, Mati, csak bézs. És a pólót lehet variálni, az lehet neked a sötét zöld, vagy citromsárga, olyan arany, meg fehér. Gyorsan felpróbáltuk, és azt mondja, hogy kényelmes. Ez pont a te méreted. Gyerekenként nagyjából 70 dollárból letudható a teljes egyenruha 5 napra. És akkor már csak tényleg egy-két kardigán kell, meg a sportcipő. És megvan egész évre nekik ugye a ruha. Szerencsére nincsenek sokan az üzletben, úgyhogy nagyon kényelmesen vásárolunk. Így a bevásárló vezetekben üzletről üzletre járunk. Mirinek online lesz az első szülői értekezlet, Mati viszont mivel elsős, neki lesz lehetőség bemenni az iskolába. Nincs nagy változás, mert ahová oviba járt, oda megy első osztályba is, sőt az ovis néni lesz neki az elsős tanítója. Itt persze végtelen a választék több soron keresztül. Kalkulátorok. Látjátok az árakat, 10. Eléggé szét van dobálva. 5 dollár 77 a toltartó. Ez nagyon érdekes, hogy így be tudod tenni a pizsákodba, amikor kell, akkor ezt le lehet így forralni, hogy ott legyen és kiszedhet. Tárolók vannak igen. Rajta. Ezt is megveszem, 10 darabos, és csak 50 cent. Nincs egy dollár. Válasszatok még füzetet. Sima vonalas kockás, mindegyik 25 cent. Sötétben világítós füzet, 97 cent. És vonalas. Ez az átlagos füzet az amerikai iskolákban, és csak 50 centbe kerül. Matinak a 48 darabos ceruza készlet, 2 dollár 54. Ez 24 darabos. És ugye általánosban nincs más elvárás, csak az, hogy egy ilyen átlátszó műanyag doboz legyen a toltartó. Ezt berakják a padba, és látjátok, 97 centbe kerül. 2 dollár 47 a mappa, a tartó, a gyűrűs. Ez Matinak nagyon jó. Lehet, hogy már egy kicsit későn jöttünk, mindenki megelőzött, mert olyan össze-visszaság van. 8 dollár tartó. Szeptemberben már rögtön lesz nekik 3 nap pihenőnap. Az első teljesítményértékelés is szeptemberben lesz. Ebből egyébként 4 van, és online kapják meg a szülők az eredményeiket. Ez a sötétkék szoknya 9 dollár.
A nadrág is 9 dollárba kerül. Kulacsokból az olcsóbb az 10 dollár alatt van, de ilyet nem veszünk, mert megtanultuk már, hogy előbb-utóbb csöpög. Hiába tetszik, nem ezt fogjuk választani. Mami, ez a, mint hogy a friendoma iskolában van neki. És szereti ezt a fajtát? Igen. Mati nagyon ragaszkodik ezekhez. Tudom, Minecraft, tudom. Minecraft, tudom. Ez már egy jobb minőség, és ugyanúgy 10 dollárba kerül, szóval. És ilyen magnetikulőd van. Mágneses a kupakja, igen. Tényleg nem kellett nekünk sok minden, úgyhogy meg vagyunk a vásárlással. Mehetnek iskolába. A Walmartban már egy nagyobb összeget költöttem, 150 dollárt, és hogyha az adó rajta lett volna, akkor az plusz 10 dollárt jelentene. Nagyjából 300 dollárnál tartunk, és még egy helyre megyünk el a Targetbe. Two small shakes, one vanilla and one chocolate. Közben most mondták be a hírekben, hogy a mi megyénkben kötelező lesz a maszk. Megszavazták a szülők. Na még hogy válogassanak itt is egy picit. Eddig csak három ceruzám van. Három darab rotring. Igen. This is good quality. And they're the cutest color. Ha valaki nem akar átlátszó toltartót, akkor tud ilyet 5 dollárért. Itt a mappák 6 dollárba kerülnek. Viszont. 10 dollár körüli áron, ilyen vastagabb füzetek. 3 dollár alatt a vonalzók. Ez 10 dollár. Ezek itt 20 dollárba kerülnek. És ez itt 8 dollár. Ezeket a rendszerező dobozokat inkább a tanárok viszik. 3 dollár darabja. Jó iskola kezdést, találkozunk legközelebb. Sziasztok!